Az egyik nagy kérdés, ami sok ember fejében felmerül, hogy miért küzdik még mindig az orvostudomány a rákkal. Annyi mindent meg lehet gyógyítani vagy javítani, a rákot meg nem. Ma valami egészen izgalmas sírán van ezzel kapcsolatban, ilyesmit nem minden héten hall az ember, és egészen fel vagyok dobva. De mielőtt belekezdünk, köszönetet szeretnék mondani a csatorna támogatójának az Ormos Intézetnek. Az Ormos Intézet nem csak jó felszerelt intézmény, de magasan képzett tapasztalt orvosok dolgoznak ott, ami fontos a korrekt diagnózis felállításában. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. Szóval a szenzációs hír előtt nem lehet kihagyni egy összefoglalót erről a témáról, hogy értsétek ennek az augusztus elejé hírnek a teljes jelentőségét. A rák nem egyetlen betegség, hanem rokonbetegségek összessége, amelyek gyakorlatilag bárhol előfordulnak a szervezetben. Mindegyik rák típusra jellemző a sejtek ellenőrizetlen növekedése, de a kiváltó okok, növekedési ütemek, terjedési hajlamok és a kezelésekre adott válaszok nagyon eltérőek lehetnek típustól, sőt, még az adott egyedi esettől függően is. A fő ok amiért nem létezik univerzális gyógyszer az összes ráktípus megállítására és elpusztítására, ebben a hatalmas katyvaszban, változatosságban rejlik. A rákok különböző sejtípusokból származhatnak, eltérő genetikai mutációkkal rendelkezhetnek, és számtalan környezeti tényező befolyásolhatja őket, sőt, akár egyetlen daganaton belül is többféle sejtípus létezhet különböző mutációkkal. Ez azt is jelenti, hogy például egy adott rák esetén előfordulhat, hogy a daganat egy sejtcsoport ellen hatásos valamelyik gyógyszer, de ugyanez a gyógyszer hatástalan egy másik sejtcsoporttal szemben. Ezen kívül a rákos megbetegedések sajnos rendelkeznek egy olyan képességgel, hogy rezisztenciát fejlesztenek ki a kezelésekkel szemben. Idővel, ahogy a daganat fejlődik, az adott terápiával szemben ellenálló sejtek túl is túlsúlyba kerülhetnek, ami hatástalanná teszi ezt a terápiát. A rákos sejtek állandó fejlődése és alkalmazkodó képessége az oka annak, hogy rendkívül célzott és gyakran kombinált terápiát kell alkalmazni sok esetben. Azaz nincs mindenki számára megfelelő egy megoldás. Ez nagyon megnehezíti a kezelést. És itt úgynevezett kezelési protokollokat használnak. Ami azt jelenti, hogy egy adott fajta rák típus esetén egy adott gyógyszeres sorozatot kapnak a betegek, és mivel itt gyakran rettentő drága szerekről van szó, ugye csak olyan szereket tud az orvos használni, amit a finanszírozó szerv, biztosító hajlandó kifizetni. Azaz a doktor nem térhet el az elfogadott sémától. Pedig a fent elmondottak alapján erre adott esetben szükség lehet. Na most én a diagnostikába, meg a várólistákba most nem is akarok belekezdeni. Szóval a rákot tulajdonképpen azért nem győzte még le az emberiség, mert nem létezik univerzális gyógyszer az összes ráktipus megállítására. Ne jó lenne, ha például a penicillin felfedezéséhez és jelentőségéhez hasonlatos szert találnánk, csak ugye most nem baktériumok, hanem a rák ellen. Utóbb kiderülhet, hogy megérjük ezt a napot. Megérjük a napot, amikor megtalálják ezt a szert. Mondhatjuk úgy is, hogy amikor megtalálták a rák elleni gyógyszert. Mi kell ehhez? Találni kellene valami olyan közös pontot, ebben a rendkívül összetett helyzetben, ami összeköti a különböző ráktípusokat, Valami olyat, ami mindegyikben ott van, valójában a rákkutatás java része az nem is újabb ilyen gyógyszerek, sejtmérgek kifejlesztésével foglalkozik, hanem ezeknek a közös pontoknak a megtalálásával. Sajnos ez nem minden, ugyanis a rákos sejtek azok is belőlünk keletkeznek, ezt ne felejtsük el. Ezért a rákos sejtek sokban hasonlítanak a normál sejtekre. És az ilyen hasonlóságok miatt ugye kihívás olyan rákkezelés létrehozása, amely szelektíven célozza meg a rákos sejteket, anélkül, hogy károsítaná az egészséges sejteket. Ugye a rákos sejtek a saját testünk sejtjei azzal a különbsége, hogy folyamatosan növekednek, szaporodnak ugyanakkor számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, mint a nem rákos sejtek. A hagyományos kemoterápia például gyakran a gyorsan osztódó sejteket célozza meg, mivel a rák egyik jellemzője ez a kontrollatlan gyors sejtosztódás. Vannak azonban egészséges sejtek is a szervezetben, meg gyorsan osztódnak, például a csontvelőben, a gyomorbérrendszerben, a bőrben. Ezek természetes körülmények között is gyorsan osztódnak. Ennek eredményeként ezek a sejtek a kemoterápia nem kívánt áldozatáival válnak, ami a leggyakoribb mellékhatásokhoz, a hajhulláshoz, a hányingerhez, a csökkent vérsejtszámhoz vezet. Ahhoz, hogy egy gyógyszer különbséget tegyen a rákos és egészséges sejtek között, egyedi molekuláris elemeket vagy csak a rákos sejtekre jellemző viselkedést kell azonosítani az egészséges és beteg sejtek között pedig csak árnyalatnyi különbségek vannak. Bár az immunterápiák fejlődése révén egyre közelebb kerültünk ehhez az ideális helyzethez, a teljesen specifikus, tehát csak a rák ható gyógyszerek kifejlesztése továbbra is jelentős problémát jelent. Ebbe a helyzetben robbant be az a hír, hogy találtak ilyen anyagot. A Cell Chemical Biology folyóiratban jelent meg egy új tanulmány, amely az úgynevezett AOH 1996 nevű molekulára összpontosít. Úgy tűnik, hogy ez a molekula másképp működik a rákos sejtekben, mint a normál sejtekben, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a rákos sejtekre hat, a normál sejteket pedig békén hagyja. Tehát ennek a kísérleti hatóanyagnak a neve AOH 1996. A kutatás fő iránya a PCNA néven ismert fehérje, amely a proliferáló sejtmagantigén rövidítése. Ez olyan, mit jelent? A PCNA kulcsfontosságú a sejt számára, amikor az osztódásra készül, mivel fontos szerepet játszik a DNS másolásban. Mi is történik a sejtosztódásakor, csak igen vázlatosan? De egyrészt a DNS-t, a genetikai információt tartalmazó anyagot használja a sejt, lehet úgy is mondani, komputeres hasonlata, hogy először letöltödik az információ. A DNS, hogy ugye a szoftvert? A DNS, tehát ez egyfajta ilyen tároló memória. Az információ letöltésére van ugye az RNS, ami aztán viszi ezt az információt a sejt fehérjeinek az előállításához. Az információtárolás, tárolás, tehát a DNS az a sejtmagban van, a fehérjéket, azaz a sejt felépítése szükséges. Pici egységek pedig a sejt plazmában, tehát a sejtmagon kívül vannak. Tehát az RMS kiviszi az információt a sejtmagból a sejtplazmába. Ez a rendszer azonos módon működik egészséges sejtekben és daganatos sejtekben is. És nem csak a sejtet felépítő fehérjéket kell másolni, újra gyártani, hogy legyen még egy sejt, hanem egy új sejthez a memóriát, tehát a DNS-t is. És hát nem csak a sejtek szerkezeti fehérjeiről van szó, de minden egyes folyamatot is különféle fehérjék katalizálnak, ezeket hívják enzimeknek. Bábeli káosz van osztódáskor sejtszinten. A sejtosztódás során az lenne a legjobb, hogy a DNS az biztonságosan el rejtve, békén hagynánk, amíg le nem kell másolni. A valóságban azonban a sejt nem ezt teszi, hanem mindent egyszerre. Ez magában foglalja a fehérjék és az rns az előállítását, valamint a DNS meghatározott részeihez kapcsolódó különféle fehérjéket, még szabályozzák a felhasználást. Emiatt a DNS körüli akció mozgalmasabb, mint egy méhkas. El lehet képzelni, hogy ebben a folyamatban rengeteg fehérje dolgozik az RNS-en, hogy zsizsegnek, könnyen elképzelhető, hogy ennyi egy történés során a folyamatok néha összeütközhetnek. Ez miért érdekes, arra már mindjárt visszatérünk. Na most, Menjünk csak vissza egy picit ehhez a PCNA másolófehérjéhez, ami ugye mondtuk kulcsfontosságú a DNS másolásban. Tehát abban, hogy az új sejt megkapja a memóriában tárolt információt. Pontosan azt, ami az eredeti sejtben volt. Ez a fehérje minden sejtben benne van, enélkül a DNS másolás nem lehetséges. Minden sejtben, normális sejtben és rákos sejtben is, ez fontos megjegyezni. Na most itt a hangsúly a kulcsfontosságú szerepen van. A pcn nélkül nincs új sejt, nincsen osztódás. Hurrá, hát akkor lőjük ki a PCN-t, és a rákos sejtek nem tudnak szaporodni. Hát ez jó gondolat lenne, ha az egészséges sejtekben nem ugyanaz uh, lenne a PCN-nál feladata. A PCN-nek kiiktatásával az egészséges sejteket is elpusztítjuk, mint ahogy akármelyik sejtméregnek nevezett citostatikum tenné. Tehát ez nem egy járható út. akkor ugye mit dumálok itt erről annyit, igaz? Mert miért kell erről tudni? Azért a következő. A kutatók addig kutakodtak, amíg megtalálták, hogy a normál sejtek és a rákos sejtek PCNA fehérjéje között van egy pici eltérés. Létezik a PCNA-nak a rákhoz kötődő változata, az úgynevezett CA-PCNA. És ahogy kutatták, a tudósok rájöttek arra, hogy itt lehet az a fajta eltérés, ami miatt egy esetleges kezelés a ráksejtek pusztulását okozza, de az egészségesekét nem. Tehát erre a capcn nára kell irányítani a támadást, most már megvan a célpont. Hát innen kezdve már csak olyan anyagot kellett találni, ami kifejezetten ezt a CAPCN nel fehérjét blokkolja, és valójában ez volt az egyszerűbb, mint megtalálni ezt a CAPCN fehérjét, mint célpontot a megtalált molekulának van egy egyedi tulajdonsága, hogy kifejezetten a ca hoz kötődik, és a szokásos típushoz nem, ahogy mondtam. Ez azt jelenti, hogy csak a rákos sejt DNS másolását blokkolja, az egészséges sejtekét nem. Ez a tulajdonság tette ígéretesé a molekulát további tanulmányozásra, AOH 1996-nak hívják a molekulát. Na most ez az anyag, a nevét onnan kapta, egy bizonyos Anna Olivia Healy nevű kislány nevének a kezdőbetűről és a születési évéről kapta a nevet, aki tíz évesen 2006-ban hunyt el neuroblastomában, ami egy agydaganat. A szülei által összegyűjtött pénzeszközök segítették a vegyület kifejlesztését. A munkajava a City of Hope nevű amerikai intézetben történt. A City of Hope a reményvárosa egy privát, non-profit klinikai kutatóközpont, kórház és egyetemi központ Kaliforniában, az Egyesült Államokban. Ennek a története 1913-ig nyúlik vissza, amikor TBC szanatóriumként alapították meg, és akkoriban a tüdőbetegeknek adott reményt. A név megmaradt későbben is, amikor 1946-ban, amikor már nem volt annyi TBC, a szanatóriumot teljes körű orvosi központ alakították át, kutatóintézettel és posztgraduális egyetemi oktatással. A kutatás fő irányvonala pedig fokozatosan a daganatos betegségek felé fordult, de például ez az intézmény szerepet játszott a szintetikus emberi inzulin kifejlesztésében is 1978-ban. Tehát AOH 1996 és az erről szóló kutatást most augusztus elején publikálta a City of Hope kutatócsoportja. Megvan tehát a rákkezelés szent grália. Hát éppen lehet gyanakodni, hogy a korábban elmondottak alapján, mivel minden rák annyira eltérő. De nem ebben. Ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy egyformák. Egy olyan elemről van szó, amely mindegyikben ott van. Na, de mit is találtak a kutatók? Több év molekuláris biológiai kutatás után a molekulát nemrégiben állatokon tesztelték. Ha az AOH 1996 jelen van, akkor ez a bizonyos CAPCNA fehérje nem kötődik jól bizonyos aktív DNS régiókhoz, ami DNS károsodáshoz vezet, és ezek a károsodások súlyosan megzavarják a rákos sejt DNS másolásának képességét, azaz a szaporodási folyamatuk megáll. A nagy zűrzavarral működő rendszerbe, mintha Homok szem kerülne, még nagyobb zűrzavar lesz, de már nem a sejtszaporodást segítő zűrzavar, hanem egy fokozatos lálláshoz vezető zűrzavar. Az AOH 1996 hatását egereken és kutyákon tesztelték, és a molekula átlagos koncentrációban 70-70 különböző rákfajta sejtjének a növekedését állította le. Biztonságosságát pedig az mutatja, hogy ennél 6-szor nagyobb adagok esetén sem tapasztaltak mellékhatást. Ha DNS károsodást, tehát egészséges sejtkárosodást okozna a normál sejtekben ez az anyag, akkor ez könnyen észrevehető lett volna. Sőt, kipróbálták, 30-szor nagyobb koncentrációban akkor se károsodotta a nem beteg sejteket. A rákos sejtek növekedése leállt, a stressz mutatták, és elhaltak. Ráadásul, amikor az AOH 1996-ot más rákgyógyszerekkel kombinálták, a rákos sejtek még gyorsabban mentek tönkre. Ez miért ér lényeges? Mert ugye, ha túl sokáig kell kezelni a rákot, akkor előfordult, hogy elkezd kifejleszteni valami védekező mechanizmust. Tehát cél az, hogy gyorsan sikerüljön eltüntetni. Na most, az AOH 1996-ot embereken tesztelik a kezdeti pozitív állatkísérletek eredménye alapján, és már most augusztusban elindult a fázis egy vizsgálat embereken, hogy ugye mielőbb klinikai gyakorlatban használható gyógyszer legyen belőle. Hát ez még mindig évekbe fog telni, de hát reménykedjünk, hogy a kísérletek hamarosan a következő szakaszba jutnak. A remény az, hogy ez az új megközelítés működni fog a rákos megbetegedések ellen, és a rákos sejtek nem találnak majd kerülő utat. Ha pedig látni szeretnéd a vastagbérákkal kapcsolatos videót is, ide kattintva megteheted. Jó éjszakát!